A legutóbbi tolnai képviselőtestületi ülés egyben az utolsó volt a 2019-2024-es önkormányzati ciklusban, éppen ezért hosszú távú stratégiai döntések nem szerepeltek napirenden, hiszen a várost októbertől új összetételű testület irányítja. A gimnáziummal kötött szerződések megkötéséről, módosításáról, hogy a kulturális központnak volt egy kérelme, ami költségvetés átcsoportosítást igényelt, vagy elfogadtuk például az óvodának a szervezeti és működési szabályzatát, igazgató az, hogy vezetői programját. Döntöttünk arról, hogy terveztetünk közvilágítás bővítést, tehát néhány lámpatest esetében lakossági igény merült fel, hogy bővíteni kéne a lámpatestek számát. A most leköszönő polgármester szerint az elmúlt 5 év egyaránt boldog és nehéz pillanatokat is hozott. 2020-ban érkezett a koronavírus járvány, majd a háború és az energiaválság, a nehéz időszakok pedig, mint a városvezető is elmondta, lelkileg is megviselték őt. Apelszoffer Ágnes még az idei év elején jelentette be, nem indul a június 9-i önkormányzati választásokon. Amire én nagyon büszke vagyok, hogy akár ebben az öt, akár az elmúlt 10 évben nagyon sok fejlesztés történt ebben a városban, ami fizikai valójában is már meg tudott valósulni, és tényleg nem szeretném felsorolni, de akár csak a Dunapartot mondjuk, ami egy nagyon jelentős beruházás volt, és nem feltétlenül összegében, hanem jelentőségében, hiszen azt aztán a városlakók nagyon nagy része használja, vagy gondoljunk az uszodára, a laktanyára, az utcák, a járdák megújítására, a kerékpárútra, és tényleg nem szeretném a közintézmények energetikai korszerűsítésére, és nyilván van még egy csomó. A polgármester azt mondja, nem bánta meg a döntését, miszerint nem indul újra a városvezetői pozícióért, azonban az emberi kapcsolatokat nehéz lesz elengednie. Itt fogok élni ezután is ebben a városban, és én őszintén hiszem, hogy nem tettem semmi olyat a tolnaiak, mözsiek ellen, amitől ők ne ismernének meg majd az elkövetkezendő években itt, hogyha boltban találkozunk, vagy a temetőben találkozunk. Apelszoffer Ágnes 2014 óta volt Tolna város polgármestere. Helyét Balog Zoltán, a civil Tolnavárosért Egyesület politikusa veszi át. Összességében a mandátumok eloszlását tekintve az új képviselőtestületben 7 kormánypárti politikus mellett 5 fő jutott be a Tolnavárosért Egyesület színeiben.